Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió péntek esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Érkezzenek legfontosabb híreink! 50 milliós gyors segélyt kér Lázár János Csanád palotának. Több ház is felépült az ingyen telkeken. Fergeteges parti a Hagymatikumban. 2017 év elején már 72 millió forint hiánnyal együtt fogadta el a képviselőtestület Csanád palota költségvetését. A város csődbe került olyannyira, hogy a februári munkabérek kifizetése is veszélyben van. Miután mindenre fény derült, Nyergesné Kovács Erzsébet polgármester minden hivatalos eszközt megragadva igyekezett megoldani a problémát, ám a képviselőtestület sokáig akadályozta ebben. Végül mégis megszavazták az adósságrendezési eljárást, a polgármester emellett pedig Lázár János országgyűlési képviselőt is megkereste, hogy segítséget kérjen. A miniszter 50 millió forint gyors segélyt kért a belügyminisztériumtól. Nyergesné Kovács Erzsébet tavaly nyáron megválasztott polgármester a hivatalos átadás átvételt követően bízott meg egy könyvvizsgálót, hogy fésülje át Csanád palota pénzügyeit. A munka során kiderült, óriási adóssága van a városnak. Első körben a belügyminisztériumhoz fordult az önkormányzat nehéz helyzetben lévő települések támogatásáért. Összesen 89 millió forintot kértek. Ám nem kaptak, csak alig több mint 13 milliót. Kiderült ugyanis a hivatalos könyvelési adatok szerint 300 millió forint plusz van az önkormányzat számláján, és abból simán rendezhetik a közel 80 milliós mínuszt. Az volt csupán a gond, hogy ez a plusz összeg mindössze papíron létezett. Ekkor javasolt a Nyergesné Kovács Erzsébet polgármester, hogy indítsák el az adósságrendezési eljárást, melyet hosszabb húzavona után fogadott csak el a testület, kivéve két főt. Vetró Józsefné a pénzügyi bizottság elnöke tartózkodott. Debreceni István, Kovácsné korábbi kihívója pedig elutasította azt, és sok szerencsét kívánt a helyzet rendezéséhez. Hogy a szerencse is a városvezetés mellé pártol-e, azt nem tudni. Minden esetre Kovácsné Nyerges Erzsébet továbbra is teszi a dolgát, hogy a helyzet minél hamarabb rendeződjön. Első körben válságköltségvetést készítenek. Úgy tervezik, az önként vállalt feladatok elhagyásával elkezdik a hiány csökkentését, míg a csődbiztos kinevezésre kerül. Vannak itt azért olyan kiadásaink, mint például a gyermesteri telep fenntartása, ami nem kötelező feladat, és az gyorsan végrehajtható, mint például egy intézmény bezárása, ahol dolgozók vannak. A polgármester ezt követően segítséget kért Lázár János országgyűlési képviselőtől is, 50 millió forintnyi gyors segélyt. Jelen pillanatban bizonytalan, hogy februárban lesz-e bér. Tehát egyelőre nem tisztázott, hogy februárban a Csanádpalotai önkormányzat tud-e bért fizetni. Most az első lépésünk az közösen, hogy ezt megpróbáljuk megoldani. A Csanád palotai önkormányzat megpróbál likvid hitelt szerezni, én pedig megpróbálok a belügyminisztériumtól gyors segélyt intézni a településnek, annak érdekében, hogy bérfizetésre sor kerüljön. Lázár János mindehez azt is hozzátette, a gyors segély nem végleges megoldás, ugyanis a 72 millió forintnyi kifizetetlen számla mellett az önkormányzat havonta 7 millió forinttal többet költ bérekre, mint amennyi bevétele van. Így az adósságrendezésén túl az okát is orvosolni kell. Az országgyűlési képviselő hangsúlyozta, nyilvánvaló, hogy korábban nem tartották be a törvényeket, ez a helyzet így alakulhatott ki. A képviselőtestület tagjainak, akik ezeket a költségvetéseket megszavazták, viselniük kell a felelősséget, úgy gondolom, vállalniuk kell a város előtt a felelősséget. Itt lesznek emberek, akiket azért kell elbocsátani, mert nem lesz a fizetésükhöz megfelelő mennyiségű pénz. Ők alapvetően az állásuk elvesztését majd azokon kérhetik számon, akik ezt a helyzetet előidézték. A miniszter mindamellett azt is kiemelte, ha a helyzet nem oldódik meg, akkor Csanád palota el fog veszíteni 350 millió forintnyi fejlesztési forrást is, mert az az önkormányzat, amelyik csődben van, nem kaphat uniós támogatást. A Magyar Szocialista Párt Makói szervezetének irodavezetője gyűjtött aláírást és kampányolt Hódmezővásárhelyen a függetlenként induló Márki-Zay Péter polgármester jelöltnek, egy olvasói fotó tanúsága szerint. Ennek kapcsán jelent meg egy hír ma délután a makóhiradó.hu online portálon, melyben több kérdést is felvet a cikkírója. Az internetes hírportál cikkében az áll,
hogy a makói városvezetést folyamatosan azzal támadják, hogy Hódmezővásárhely beleavatkozik a város életébe. Ha viszont egy makói pártképviselő átmegy kampányolni egy 8 párt támogatásával is függetlenként induló polgármester jelölt mellett, az nem baj? Tette fel a kérdést a cikk írója. A makuhiradó.hu egy olvasói fotót közölt, melyen Csávás Antal, a Magyar Szocialista Párt makói szervezetének irodavezetője, Márki Zaj Péter, Hódmezővásárhely polgármester jelölt standján gyűjti az aláírásokat. Végezetül a fotót küldő olvasó azt a kérdést tette fel, ha Makó a makuiaké, akkor Hódmezővásárhely nem a Hódmezővásárhelyeké? 7 ingyen telket hirdetett meg a makói önkormányzat még 2016 évelején. Ezek közül 6 területen már elkezdődtek az építkezések, sőt van olyan ház, amelybe már be is költöztek. A program sikere annak köszönhető, hogy emellé az állam támogatását a csokot is fel tudják venni a fiatal házaspárok. Az elmúlt 7 évben megduplázta a kormány a családok támogatására szánt forrást. Évente már mintegy 2000 milliárd forint jut rá. Jelentette be Balogh Zoltán, emberi erőforrások minisztere még tavaly év végén egy sajtótájékoztató keretében. Ugyanitt Novák Katalin család és ifjúságügyért is felelős államtitkár közölte. Havi 35 000 forintra nő a 2 gyerekesek családi adókedvezménye. Kiterjesztik az anyasági támogatást és a babakötvényt a külföldön születő, de magyar állampolgárság gyerekekre. 2 évre bővül és emelkedik a diplomás gyed összege, valamint a 3. vagy további gyerekek vállalása esetén. 1-1 millió forinttal csökkentik a jelzálog hiteltartozásokat. A diákhitellel rendelkező nők pedig, attól függően, hanyadik gyermekük születik, igényelhetik a hiteltörlesztésük felfüggesztését vagy elengedését 2018-tól. A csok igénylése is egyszerűbb és olcsóbb lesz, bár ez a támogatás már így is az egyik legnépszerűbb a fiatal családosok körében. Ehhez kapcsolódva hirdette meg ingyentelek programját a makói városvezetés is, hogy itt segítsék az itt letelepedni kívánó családokat. A hételeknél a közművesítést az teljes egészében Makó város önkormányzata magára vállalta a költségvetés terhére. Ezek körülbelül egy olyan 700-760 négyzetméter közti telkek voltak, amelyeket sikerült kiosztanunk. Ezeknek az értéke 1 millió 2 és 2 millió forint között mozgott, attól függ, hogy mely városrészben helyezkedett el. Első körben 2016-ban a Velnök utcán összesen 3 telket adtak át fiatal családok számára. Vörös Ádám és felesége Vörösné Weiner Zsuzsa előző házuk felújítása közben döbbentek rá, hogy szép lett az ingatlan, de sajnos nagyobb nem. Akkor jött a csók és az ingyen telkek program ötlete, melyen végül sikeresen pályáztak. A Velnök utcán kaptak egy ingyen telket, itt építkeztek, a csoknak köszönhetően 3 gyermeket nevelnek, így a maximális támogatást tudták igénybe venni. Nekünk és minden olyan családnak, akik gyermekvállalásra vagy családalapításra bátorkodnak, óriási segítség a Magyarország kormánya által biztosított családok otthonteremtési kedvezménye, ami gyakorlatilag a Makó város önkormányzata által kiegészített ingyentelek programmal nyújtott nekünk is, és más fiatal házaspárnak is. Többnek, ha jól tudom, olyan remek lehetőséget, ami azt eredményezte, hogy itt állhatunk, egy teljesen újszerű, megújult, illetve nagy ház területén. A Szerecsen utcában 4 ingyen telket hirdetett meg az önkormányzat, ezekből 3-nak már van gazdája. György Józsefnek és György Józsefnének 3 gyermeke van, egy kisebb családi házból költöznek hamarosan az újonnan épült nagyobb házba. Az ingyen telek lehetőségéről a Makói Hírekben olvastak, és így szintén a csok igénybevételével merült fel bennük az építkezés ötlete. Sokkal könnyebben el tud indulni egy fiatal pár, vagy már egy gyerekes házas pár család, afele, hogy építkezzen, mert azért egy teleknek az ára az azért nem kis pénz, tehát lényegesen könnyebben el tud indulni vele, és szerintem ez a megemelt csok, ez hát nagyon jó. Csak a kedvezményes hitel, meg az áfa visszatérítés, igazából abból egy ekkora házat fel lehet építeni. Tehát, hogyha így van ajándék ingyen telek, úgymond, akkor 3 gyermekkel legalábbis fel lehet építeni egy ekkora házat. Makon mindemellett a 100 000 forintra emelt bébi kötvénnyel, ingyenes bárányhimlő elleni védőoltással, tanszervásárlási támogatással és több iskolai ösztöndíj programmal is támogatják a fiatalokat, valamint további ingyentelkek meghirdetését is tervezik.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából nyílt festmény és szoborkiállítás a József Attila Múzeumban. A tárlat ékköveit abból a 600 műtárgyból válogatták össze, melyet 16 év alatt határon túli magyarok alkottak a makói művésztelepek alkalmával. Az alkotói telepet 1991-ben Makóváros önkormányzata az akkori polgármester dr. Sánta Sándor kezdeményezésére alapította. A Marosparton 45 kárpátaljai, erdélyi és délvidéki művész dolgozott minden nyáron 3 hetet eltöltve munkával. Az itt készült műveikből évente 2-2 alkotást hagytak a városi gyűjteménybe, melyből jelenleg is 600 műtárgyat őriznek. Ebből válogattak a Határtalan című kiállításra, melyet a József Attila Múzeumban rendeztek meg. A művésztelepet megszűnéséig 2006-ig Gilinger Katalin és Jánborné Balog Tünde vezette, aki elmondta, hogy az alkotás élményén túl a résztvevők számára érzelmi töltetet is adtak az itteni jelenlétek. Itt tudták megbeszélni egymással azt, hogy tulajdonképpen mindenkinek ugyanott szorít a cipő, mindenütt ugyanaz a baj, és a kisebbségi lét szorításába vergődnek. Az anyaországba való látogatásuk az nagyon nagy élmény volt számukra, mert az otthon és a haza melegét adta nekik. Ha egy-egy városi ünnepségre meghívták őket, ott mindegyik úgy énekelte a himnuszt, hogy közben nyelte a könnyeit. A művészek a hosszú évek alatt örök barátságot kötöttek egymással, azonban a telep megszűnése után már csak az emlékek maradtak meg. A legtöbben több száz kilométerre laknak egymástól, így nagy örömmel fogadták a csütörtök esti találkozót. Földesi Péter minden nyáron visszatérő alkotója volt a művésztelepnek, elmondása szerint életének legjobb évei voltak az itt töltött idők. Ez volt a legszebb alkotótábor, több alkotótáborban jártam más országokba is, meg ott nálunk Ukrajnán, de itt a legjobb légkör volt, és ezt szeretném megköszönni a Tündét meg Katit, mert tulajdonképpen ők tettek mindent, hogy ez a légkör olyan legyen, hogy akarózzon ide visszajön. A megnyitón részt vett Farkas Éva Erzsébet polgármester, aki virágcsokrokkal köszönte meg a vezetők munkáját. Végezetül Petrás Mária magyar örökségdíjas népdal énekes kápráztatta el hangjával a közönséget. Magyar ország, az én csendes szép hazám, oda fáj a gyenge szívem igazán. Az első évad sikere után hamarosan egy újabb rejtődarabbal áll színpadra a Makói Teátrum. Az amatőr színjátszó társulat addig is a színház kedvelő közönség legnagyobb örömére ismét műsorra tűzte a Hókirálynő című zenés mesejátékot. Mint arról korábban már beszámoltunk, sikeresen debütált a Hagymaházban még tavaly júniusban a Makói Teátrum. Akkor Rejtő Jenő egy felvonásosaival, a Csontkomédiával kápráztatták el a nagy érdeműt. Most újra színházba hívják a makóiakat, mégpedig Hans Christian Andersen története nyomán a Hókirálynőt viszik színre egy felvonásban. Kulturális magazinunkban a társalgóban Varga Norbert, a társulat művészeti vezetője elmondta, ez az előadás gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt szól. Ez tulajdonképpen ez a darab a Hókirálynő figurája, vagy a Jégkirálynő figurája szinte az érzelemmentességet jelöli ki, vagy legalábbis ez az, amivel elvarázsolja az embereket. Szóval, hogy bejönnek a színpadra tulajdonképpen a kedves színészek, vagyis mi mindannyian, az már eleve fölhívja a figyelmet arra, hogy ez a darab kicsit ilyen interaktívabb lesz, meg hát bemutatkozik a társadat is, tehát ez benne van. Igazából összefoglalóképpen egy ilyen interaktív zenés mesejáték, így a Hókirálynő. Nagyné Bálint Szilvia kezdetek óta tagja a társulatnak. Elmondása szerint nagyon várja az újabb előadást. Úgy érzi, a mesevilágába színészként könnyebb belehelyezkednie. Mindegy, hogy állatot vagy egy kitalált szemét játszik az ember, szerintem könnyedebb azt játszani, mint egy felnőtt darabban egy olyan egyéniséget, karaktert, akit nagyon komolyan át kell gondolni, hogy azt hogy is hozzuk. Igazából élvezem, és azt látom, hogy a többiek is talán egy kicsit jobban érezték benne magukat, vagy legalábbis egy nagyon-nagyon picivel könnyebb volt így a feladat.
A Makói Teátrum január 27-én 16 órától várja a Hókirálynő című előadásra a színház kedvelő közönséget a Hagymaházban. Pót Szilveszter és születésnapi buli várja szombaton a Hagymatikumba látogató vendégeket, ugyanis a létesítmény 6 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a nagy közönség előtt. A rendezvényen számos szórakoztató programon vehetnek részt a vendégek. A rendezők minden korosztályra gondoltak, a kicsiket a Ramazurka gyermekzenekar, a felnőtteket pedig a Beat Boys formáció fogja mulattatni, akik a Beatles együttes legnagyobb slágereivel érkeznek a makói közönséghez. Szikora Róbert és az Ergó Gidák szintén ezen a napon léptek volna színpadra, ám a produkciójuk betegség miatt sajnos elmarad. Fellépésüket egy februári farsangi kavalkád keretében pótolják majd. Az elmaradt műsorszám helyett a Copacabana-s táncosai teremtették, majd remek hangulatot. Ezzel azonban nem ér véget a látványosságok sora, sok-sok érdekesség elkészülnek még a fürdőben. A nap fénypontja pedig a muffin torony lesz, amit úgy kell elképzelni, hogy egy több emeletes 1000 darabból álló muffin torony lesz, amelyet elfogyasztunk majd közösen a vendégeinkkel. Erre 2 órakor fog sor kerülni, de a nap folyamán lesznek különleges szauna szeánszok, lesz aquazumba, ahol kicsit megmozgatjuk a vízben a vendégeinket, valamint a nap utolsó részében, tehát este 6:30-tól lesz happarti, amelyet egy buborékesővel fogunk kombinálni, de természetesen az elmaradhatatlan elemek, így például a zenés kívánság műsor is napközben, vagy a kreatív sarok a gyermekeknek természetesen meg lesz tartva. Tehát aki teheti, látogasson el a komplexumba, és élvezze a jó zenét, gyönyörködjön a táncosok jelmezeiben, és persze falatozzon a finom muffin toronyból. Most pedig lássuk kiemelt híreinket, még egyszer röviden. 50 milliós gyors segélyt kér Lázár János Csanád palotának. Több ház is felépült az ingyen telkeken. Fergeteges parti a Hagymatikumban. Kedves nézőink, ne feledjék, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makói YouTube csatornáján, vagy látogassanak el weboldalunkra a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a hétvégi időjárást, azonban előtte elmondom, milyen műsorokkal várjuk Önöket az este folyamán. 18 óra 22 perckor Hírextra című hírháttérmagazinunkat láthatják. 18 óra 40 perctől Társalgó című színes kulturális magazinunkat tekinthetik meg, majd 19 óra 10 perckor a Lugosi Jon Vidu énekkar kórus koncertjével zárjuk mai adásunkat. Kedves nézőink, ez volt a péntek esti híradó, legközelebb hétfőn jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is, én mára búcsúzom Önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!